Jó estét kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Az Olimpia árnyékában elkezdődik a labdarúgó OTP Bankliga harmadik fordulója a Kecskemét és a Debrecen együttesei között. Katona még mindig. Katona, ezt el is lehetett volna lőni, sarokkal teszi le Zekéhez. Ott van középen, és szöglet lesz majd élesen a kapu elé. Ott a visszafejelt labda, és mellé megy végül. Zeke volt résen, de Dzsudzsákhoz fejelt. Mayer elpattant tőle az átvétel. Dominguez. Egy lövés, hú, mekkora gólt rugott! A második bajnokián a második gólját rúgja Dominguez, ezt pokolian eltalálta. Éppen megérkeztek a debreceni szurkolók is. Ez nagy hiba Mayertől, hosszan veszi át a labdát, és jó 20 méterről valósággal szétrúgja a jobb felső sarkot Dominguez. Ezt pokolian eltalálta. Akárhonnan nézzük. Mayernek ez jó. Egyel tovább. Nikicser elmegy a lábak között, és elmegy a kapu előtt. Mayer egyel tovább, és megpattan Nikicser lövése Lagatoron. Ezért a szöglet. Jön befelé. Pálinkás fejjel, Megyeriről elsőre kipattan, másodszorra összeszedi. Kidobja oldalra Ferencinek. Megpattan a beadás, Kersák üti el. Edzőként. Dzsudzsák szabadrugása élesen a kapu elé, Kersák véd nagyot a gólvonalon. Hatalmas védés volt, nagy reflex mozdulat. Közvetlen közelről, nagyjából 5 méterről és bal tenyérrel. Mayer jó 35 méterre a kaputól. Felfejeli a levegőbe Pellumbi. Még mindig ott pattog. Vágó lövi el, mekkora gól! A nagy gólok mérkőzése ez. Iszonyatosan eltalálta Vágó Levente. Jó 20 méterről. Pálinkást lefejeli, aztán Szabó Alex készíti le, és úgy, ahogy van, állítás nélkül jobbal a jobb felső sarokba bombáz Vágó Levente. A felső lécet érintve is vágódik a labda, tehát kap Pálinkás. Nikicser viszont nem, és ott a felső lécen pattan a labda. Ez még egyszer a helyzet, Nikicser lövi el, és bele pöccint az öt és felesen Pálinkás, és a felső lécet találja telibe. Jön Dzsudzsák szöglete, és ott a lövés, hú, micsoda gól! Itt a 11-es pontra rúgja Dzsudzsák Ferenciről, ketten is lemaradnak. És ballal hallgatózik a játékvezető. Vizsgálja a VAR, hogy szabályos keretek között születette a találat. Na nézzük akkor, itt van egy messzhúzás, Lagator, és ott Bárány megfogja a háttérben Pálinkás, de szerintem talán azt vizsgálják itt Lagator és Belényesi párharcát. Na mit ítél? Szabadrugás kifelé. Nincsen tehát Ferenci találat, és egy újabb sárga lap. Ferenci kapja, Mayer van lent a földön, és látszik egy lyuk a sportszárán. Itt ütközik Ferencivel, és aztán ott megtapossa a vádliát Ferenci. Ott eltalálja, ez biztos, hogy fájhatott Mayernek. Bele is nagyítanak nekünk a kollégák. Letűrődik Mayer lábáról a sportszár. Ugye ilyenkor azt kell vizsgálni a játékvezetőnek, hogy szándékosság történt-e, és ha igen, akkor okozhatott-e volna komolyabb sérülést. Videózás után nincsen sárga lap, van viszont piros lap. Kiállítja Ferencit. Megfogyatkozik a Debrecen. Zeke. Őnyesi középre, Pálinkás fejjel, jócskán célt téveszt. A túloldalon kéri és kapja Mayer, aki középre teszi, Pálinkás fejjel. Ezúttal nem volt annyira veszélytelen, mint az ezt megelőző legutóbbi. Az irányzékkal volt egy kis gond. Szabó ível. Pálinkáshoz eljut a labda, de kijön a kapujából Megyeri.